Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüredről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Balatonfüreden, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonfüreden. És most tulajdonképpen azt a túrámat folytatom tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem, köszönöm szépen. És akkor én folytatom is tovább a mai túrámat itt Balatonfüreden, tartsatok velem. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni a túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, remélem, hogy a továbbiakban is velem tartotok, úgyhogy folytatom is tovább a túrát, innen jobb minél előbb kikavarodni innen, mert tényleg itt aztán tömeg van ilyenkor, tehát tényleg ilyenkor a legjobb innen minél hamarabb kikavarodni erről a részről. Még ezért mondtam azt, hogy jobb lett volna itt reggel végig gyalogolni, csak hát ugye reggel még aszófőn voltam, akkor kellett volna itt végig gyalogolnom, még reggel, akkor még nincs ennyi ember kint az utcán. Nem, mintha engem ez most baromira zavarna, mert nem zavar, hiszen ugye közterületen vagyunk, úgyhogy nyugi van. Na de, megyünk is tovább, természetesen itt Balatonfüreden, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor itt minél hamarabb ki kell innen kecmerednem. Rengeteg külföldi van itt ilyenkor is, pedig ősz van, tehát október 19-e van, pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában látható. És ez pedig itt ugye Balatonfürednek a Széchenyi sétánya tulajdonképpen, ahol most is éppen gyalogolok. Tehát ez itt a Balatonfüredi Széchenyi sétány. És majd hamarosan következik a Vitorlástér, ahol ugye Bújtor Istvánnak a szobra is megtalálható. Ugye a Vitorlástéren, ugye ott van Bújtor Istvánnak a szobra. Lehet, hogy majd meg is mutatom néktek ebben a videóban, hisz ő egy legenda, méghozzá a balatoni legenda. Na de, megyünk tovább természetesen itt Balatonfüreden, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És minél hamarabb megpróbálok innen kikecmeredni. Hát tényleg innen minél hamarabb innen ki kell kecmerednem. És akkor folytatom tovább a mai túrámat, itt több Balatonfüreden.
Hát közben itt elhúzok itt a tömeg mellett, ezen az ösvényen végig. Hát aránylag nincsenek is most olyan sokan, azért ennél több emberre számítottam, és jelenleg nincsenek is olyan hú de sokan, máskor ez tök zsúfolt szokott lenni. Jó, mondjuk ugye túl vagyunk a főszezonon, itt főszezonban, itt konkrétan egy gombos tűt nem lehet elejteni, annyian szoktak itt lenni. Tudom, mert rengetegszer jártam már itt, minden évszakban. És akkor mindjárt következik a vitorlás tér. Hát igen, ahhoz képest, hogy szombat van, nincs is olyan sok ember itten, ennél sokkal nagyobb tömegre számítottam, ahhoz képest eléggé levegősen vagyunk. És akkor íme itt van a vitorlástér, tehát itt van ugye Balatonfüreden, ez itt a vitorlástér, ami itt látható ezen a felvételen. Amúgy a hajóállomás az ott van, tehát ott van a balatonfüredi hajóállomás, és ugye így néz ki a környezet. Nekem majd arrafelé kell folytatnom a túrámat, tehát arrafelé kell haladnom a továbbiabban, mert abban az irányban van csopak, 7 kilométerre. Na de, ahogy mondottam, megmutatom Bújtor Istvánnak a szobrát, mert itt van a vitorlástéren. És íme már látható is a felvételen, ugye Bújtor Istvánnak a szobra, ahol éppen vitorlázik. A balatoni legenda, gyerekek, Bújtor István. A balatoni legenda, kérlek szépen. És íme ez itt Balatonfüreden a vitorlástér, ugye ott van a balatonfüredi hajóállomás. És én a továbbiakban arrafelé folytatom a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én már haladok is tovább, tehát folytatom a túrát. Itt Balatonfüreden, és ez pedig itt maga ugye a vitorlástér, ami itt látható.
Amúgy gyönyörű szép ez a rész, tehát Balatonfürednek ez hihetetlenül szép ez a része. Pedig már nagyon sokszor jártam itt, mert tényleg már rengetegszer jártam itt, meg se tudnám számolni a 10 ujjamon, hogy hányszor jártam már itt, de rengetegszer. És tényleg Balatonfürednek ez egy nagyon szép pontja, nagyon szép része. Ez a vitorlás tér, ami ugye itt található a balatonfüredi hajóállomásnál. Tehát gyönyörű szép ez a tér. Na de menjünk is tovább, mert azért haladni is kéne valamilyen szinten, mert azért még csopakig kell gyalogolni 7 kilométert. Hát még 7 kilométer van vissza a mai túrámból, úgyhogy haladok is tovább természetesen. Amúgy itt halad a piros sáv túraútvonal, tehát itt halad amúgy a piros sáv túraútvonal is, ami ugye fölvisz a Noszlopi Gáspár kilátóhoz, tehát itt halad ugye maga a piros sáv is, maga a túraútvonal, amit ugye már több ízben is bejártam az elmúlt 6 évben. És akkor ez pedig itt már a balatonfüredi tagóre sétány ősszel. És tőlem jobbra pedig a Balaton, hogy azt is megmutassam, itt van a Balaton is, tőlem jobbra. És akkor ez pedig ugye a híres balatonfüredi tagóre sétány október 19-én ősszel. Amúgy fantasztikusan szép ez itt, tehát már tényleg rengetegszer jártam már itten, már nagyon sokszor jártam itt, de ez még mindig baromira tetszik nekem ez a rész. És ahogy mondottam, ugye itt halad a piros sáv túraútvonal, méghozzá abba az irányba halad a piros sáv túraútvonal, ugye arra felé megy ki a piros sáv túraútvonal egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, vezet ez a piros sáv túraútvonal, ugye ezt már több alkalommal is bejártam az elmúlt 6 évben, jó pár darab videó is van erről a piros sáv túraútvonalról, nézzétek meg a csatornán, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább itt Balatonfüreden, a tagóre sétányon, mert ugye ez itt maga a tagóre sétány, ahol most is éppen gyalogolok. Hát ő fantasztikusan szép, tehát ez fantasztikusan szép. Ez az egész úgy, ahogy van. Mert tényleg ő fantasztikusan szép. És ahogy mondottam, ugye már rengetegszer megjártam itten, mert tényleg már nagyon sokszor jártam itt, de mindig ámulatba ejt ez a rész itten.
Én már baromi sokszor megfordultam itten az elmúlt több mint 6 évben, mert tényleg rengetegszer jártam már itt. És még mindig gyönyörű szép nekem ez, tehát még mindig szépnek találom, pedig tényleg már meg nem tudnám számolni 10 ujjamon, hogy mennyiszer jártam itt. Hát nagyon sokszor. Na de haladok tovább természetesen, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor lassacskán elhagyom ezt a felkapottabb részt. Hát közben ugye Balaton. Ott. És akkor haladok tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Még mindig itt vagyok Balatonfüreden a Tagórén. Közben visszatértem a kerékpárútra, ugye itt halad a kerékpárút, még lejövök ide a Kabicsosba inkább. És akkor természetesen folytatom tovább én közben a túrámat. És a következő település az már Csopak lesz, majd a Balatonfüred után ugye Csopak következik. Hát valószínűleg a mai napon meg lesz. Tehát valószínűleg a mai napon eljutok Csopakig, és akkor majd holnap onnan folytatom tovább, remélhetőleg. Most hát tényleg most már át fogok haladni itt Balatonfüreden, hamarosan. És akkor majd ugye Csopak következik már Balatonfüred után. És ha a mai napon eljutok Csopakig, az tök királyság lesz. Bízok benne, hogy ez a mai napon még meg lesz.
hogy eljutok egészen Csopakig. Hát lányok és fiúk, lassacskán elhagyom a Balatonfürednek a Tagore sétányát. Igen. És akkor következik a Tagore sétány vége. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce tart, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan fogom folytatni ezt a túrát egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem tartotok. És akkor itt elkanyarodok jobbra, így, szépen elkanyarodok jobbra, és itt van már mögöttem a Tagore sétány, ugye én abból az irányból jövök, ez itt végig a Tagore sétány, én arról jövök, ugye arra felé van Tihany, illetve a Szófő, az konkrétan arra felé van, és így néz ki a környék, ez pedig itt a Eszterházi strandnak a főbejárata, ami itt szembe látható, tehát ez itt az Eszterházi strandnak a főbejárata konkrétan, ami itt szembe van, és ahogy mondottam, mivel hogy ez a videó már több mint 20 perce tart, így hát le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és hamarosan folytatom ezt a túrát egy soron következő videóban, és én a soron következő videóban arra felé fogom folytatni a túrámat, de ez egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Balatonfüredről, sziasztok! Beautiful.